Az Európai Bizottság második alkalommal készített éves jelentést a jogállamiságról. Másodszor derült ki, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak van a legtöbb problémája a demokráciával, és a helyzet tavaly óta nem javult. Mindez hatással lehet a helyreállítási forrásokra is. A mi oldalunkon álló tárgyalók azt akarják, hogy Magyarország és Lengyelország erősítse meg, nagyon robusztus ellenőrzési rendszert hoznak létre. Ennek olyan erős és megbízható védelmet kell garantálnia, mint például a kohéziós politika esetében, mert a helyreállítási pénz az új pénz, mi pedig ugyanazokat a biztosítékokat akarjuk látni. A jelentés Magyarországgal kapcsolatban elítéli a magas szintű összefonódásokat és a korrupció felderítésére irányuló független ellenőrzési mechanizmusok hiányát, és azt is jelzik, hogy a média sokszínűsége veszélyben van. A magyar kormány szerint a jelentés rossz módszertan alapján készült és elfogult. Erre nem volt az Európai Bizottságnak a szerződésekben felhatalmazása, hogy jogállamisági jelentéseket készítsen. Nyilván van egy prekoncepció, hogy ezt majd ők használják különböző célzatokkal, amikor a országot szeretnék lejáratni. Fontos, hogy rámutassunk, amikor majd minden országnak a jelentése napvilágra kerül a különböző kettős mércékre, lássuk az aránytalanságokat. Lengyelország vonatkozásában a jelentés kiemeli az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos komoly aggodalmakat. A bizottság levelet küldött a lengyel kormánynak, amelyben azt kérte, magyarázzák el, hogyan alkalmazzák az Európai Bíróság intézkedéseit és ítéletét a lengyel bírói függetlenség biztosítása érdekében. A kormány válaszainak függvényében meglátjuk, hogy a következő lépés mi legyen. Jeleztük a levélben, ha nem lehetséges az Európai Bíróság ítéletének megfelelő alkalmazása, akkor visszamegyünk a bírósághoz, pénzügyi szankciókat kérünk. A jelentés az EU mind a 27 tagállamának helyzetét elemzi. Csehországot a miniszterelnök személyével kapcsolatos összeférhetetlenség miatt kritizálják, de aggodalmak fogalmazódnak meg a bulgáriai korrupcióval kapcsolatban is.